Az újraélesztés oktatásának az egyik legfontosabb eszköze az AmbuBaba. Egy ilyen eszköz nagyon drága, több 100 000 forintot ér. Jelentősége viszont felbecsülhetetlen, hiszen ezen lehet begyakorolni azt, amit aztán élesben már tökéletesen kell csinálni. A gyulai mentőállomás a közelmúltban kapta meg a babát a helyi mentőalapítványtól. Úgy is mondhatnánk, a mentősök vették saját maguknak. 300 000 forint értékű ez a AmbuBaba, úgynevezett AmbuBaba. Ez az újraélesztés oktatásának az egyik legfontosabb eszköze, tehát az újraélesztést, az ilyen lélegeztetést gyakoroljuk ezzel a kollégákkal, illetve nem csak velük, hanem a laikusok oktatásában is nagyon nagy haszna van ennek a készüléknek, vagy ennek az eszköznek, és erre is fogjuk majd felhasználni. Ez már a garázs, ahol az állomásvezető mentőtiszt két másik fontos eszközt mutat. Ezek ugyan olcsóbbak, csak néhány 10 000 forintba kerülnek, de eddig hiány voltak, pedig sok esetben fontos lehet, hogy legyen ilyen a kocsiban. Gyulai mentőállomás december végén szerzett be két medencerögzítő eszközt. Ezekről az eszközökről azt kell tudni, hogy a súlyos sérültek közül is nagyon sok az, akinek a medencéje megsérül, illetve eltörik, akár több helyen is. Ezeknek a sérülteknek a rögzítését tudjuk ezzel elvégezni, úgyhogy rácsatoljuk ezt a rögzítő eszközt, és ez fixen rögzíti a betegnek a sérült medencéjét, és ezzel nagy biztonsággal tudjuk kórházba szállítani a sérülteket. A gyulai mentőállomás országos szinten a jobban felszereltek közé tartozik. Az itt található eszközök egy kisebb részét a gyulai mentőalapítvány révén szerezték be.